Kedves nézőink, az elmúlt héten pénteken az Urai vagyunk a turnénak című koncertsorozat keretében az Ajkai Sportcsarnokban lépett fel a Tancsapda együttes. Mi a frontemberrel a koncert előtt beszélgettünk. Látom a tömeget tombol, mélyeknek lát a trombol, hallok minden hangot kristály tisztán, mint a szellem, senki más, csak én, egyedül a világ ellen. Én, ha újra megszületnék, biztos neked rosszán lennék, nem csak egy olcsó vidéki srác. Én, ha újra megszületnék, biztos neked rosszán lennék, olyan, amilyet csak a moziban lát. Azóta annyi minden történt, előttem néhány történt, aludtam mindenféle megmedetlen ágyban. Éjszakon télen, hajtottam télen, megkaptam végül mindent, amire vágytam. Látom, hogy a tömeget tombol, tényeknek nák a trombol, hallok minden hangot kristály tisztán. Mint egy szellem, senki más, csak én, egyedül a világ ellen. Én, ha újra megszületnék, biztos nekem rosszá lennék. Oh, én, ha újra megszületnék, biztos nekem rosszá lennék, nem csak egy olcsó vidéki srác. Én, ha újra megszületnék, ugyanígy megtennék mindent, és te is megkaphatnád, amire vágysz. Február közepén kezdődött a turné, és egészen december végéig fogtok játszani. Ez a több mint 10 hónap mennyire terhel le benneteket fizikálisan? Ez a mostani turné azért ilyen hosszú, és azért tart ennyi időn át, és azért érint ennyi országot, ennyi várost, mert egy új lemeznek, ennek az új lemeznek legalábbis úgy gondoltuk, hogy mindenképpen érdemes egy komoly turnét csinálni. Nagyon népszerű a lemez, hál' Istennek nagyon sok fogy belőle, az embert nagyon szeretik a dalokat, éppen ezért az a legkevesebb is. Mi nagyon szeretünk turnézni, szeretünk koncertezni, szeretünk utazni, szeretünk új és új helyeket megismerni, vagy szeretünk régi jó ismert helyekre megérkezni újra, éppen ezért számunkra ez nem okoz igazából nagy nehézséget. Persze nyilván a szó fizikai értelmével időnként természetesen mi is vagyunk fáradtak, amikor mondjuk két koncert között nem csinálsz semmit, csak ülsz a buszban és utazol. De a fizikai fáradtságot őszintén szóval viszonylag könnyen ki lehet pihenni, vagy ki lehet heverni akkor, hogyha az ember szereti azt, amit csinál, és mi mindannyian szeretjük azt, amit csinálunk, éppen ezért számunkra ez, még ha néha mondom, fizikálisan nehéz is, vagy időnként fárasztónak tűnik, vagy nem tudom, de a színpad, a közönség, az a fajta hangulat, ami egy koncertet, egy turnét jellemez, az hál' Istennek átsegít minket mindig ezeket a nehézségeken. Olyan a szivatom, hogy nyomatom a kövér, grúvokat a kódom, rock'n'roll diplomata. Ja, itt van velem a ritmus, dobtam a dal, nem bíre, az se baj, ha nincs most nálad pénz. Előbb-utóbb van, utol én úgy is a három rohadék rockcsepp pénz. Tudod, várom rá is pénz. A külföldi koncertjeitek ugyanolyan jó hangulatban telnek, vagy azért nincsen meg ugyanez a támogatás a rajongók részéről? Az a helyzet, hogy mi egy magyarul éneklő zenekar vagyunk, magyarul turnézunk külföldön is. Éppen ezért nyilvánvalóan ez bizonyos korlátok közé szorítja értelemszerűen a Tancsapdára kíváncsiak táborát. Legalábbis az ország határoktól, hogyha minél messze megyünk, annál inkább így van ez, de ezzel együtt azt is el lehet mondani, hogy ezek a koncertek is egyébként jellemzően ezek klubkoncertek, néhány száz fős helyszíneken játszunk, de ezek aztán rendre meg is telnek, és nagyon jó koncertek vannak. Igazából ilyen szempontból nincs különbség hazai vagy más országokban lévő koncertek között. A legfontosabb különbség talán az, hogy sokkal többet kell utazni odáig. Amikor összehozta az Isten a világot, férfiból egy darabot, virágot, hogy megcsinálj neki belőle a nőt, azonta áldják a fiú, teremtőt, aki az életnek ér.
értelmet adott a történetet, már mindenki hallotta. Van, aki él, az az, aki halott. Világa lent, mint az ördögnek eladta. Vasárnap reggel a templomba fölött. Van, aki fiatal, van egy csomó öreg. Van, aki hiszi, valaki válja. Születés az eleje, hanem meg az alja. Az életnek, szerintem tévednek. Ehhez semmi köze nincs az életnek. Remélem érted, amiről éneklek. Bármikor úton érhetnek. Bánattal, örömmel, de én harcolok boldog körömmel. Élettel, halállal, jóból egy úrat, halállal adjon az ég. Minden, amit szeretnék, adjon az ég. Minden, amit szeretnék, adjon az ég. Minden, amit szeretnék, adjon az ég. A 2009-ben a Minden jobb megjelenésekor azt mondtátok, hogy nem az volt a cél, hogy egy válogatásalbumot létrehozzatok. 5 évvel később szintén nem ez sikerült szerencsére. Viszont hogyha az lenne a cél, hogy egy új legjobb mérgeket csináljatok, akkor milyen számok kerülnének az albumra? Hát nyilvánvalóan egy válogatáslemeznek a szerkesztési szempontjai nyilvánvalóan ezerféleképpen lehetne válogatni, tankcsoda számokat, lehetne lassú számokat, gyors számokat, régieket, újakat, mit tudom én, de hogyha egy általános a zenekar történetét átfogó vagy feldolgozó válogatáslemezre gondolunk, vagy gondolnánk, akkor nyilvánvalóan mindenféle korszakú lennének nagy dolog. Az más kérdés, hogy utoljára 10 évvel ezelőtt csináltunk egy ilyen best of albumot, ahogy te is mondtad, a legjobb mérgek című lemezt, ez egy dupla CD volt, és de hát mondom, ennek is már 10 éve, és azóta eltelt újabb 10 év, és kiadtunk azóta néhány lemezt, meg turnézunk, meg minden, úgyhogy de igazából nem gondoltunk mostanában válogatáslemez készítésére, éppen azért nem, mert rengeteg új ötletünk van, rengeteg új témánk van, és az emberek kíváncsiak az újdonságainkra, hál' Istennek a legutóbbi lemez sikere is egyértelműen bizonyítja ezt. Éppen ezért annak, hogy mindenféle régmúltból előszedett, újra felmelegített cuccokat csináljunk, legalábbis mostanában ennek nincs aktualitása. Születnék, biztos legendre aztán lennék. Elmehetünk lenne téren, vagy télen, nem emlékszem már. Valami olcsó szart ihattunk éppen. Nem volt a képen, de más is járt így néha. Szóltam a többieknek, mondják el, hogy merre mennek. Jövök majd én is, csak van egy kis dolgom még. Az egyik végét szívom, másik meg már így. Nem voltam ennyire széletében rég. Említetted, hogy az emberek kíváncsiak az új számokra folyamatosan. Gondolod-e, hogy lehet olyan úgymond örökzöldeket gyártani, amik annyira elfogadottak lesznek, mint mondjuk adott esetben a Mennyország turiszt vagy az örökké tart, amiket igazából akárki meghal az országban ismer, és szerintem szeret is. Figyelj, most két dalcímet mondtál a zenekar elmúlt 25-26 évéből, ahhoz képest, hogy publikáltunk eddig vagy 160-70-80 dalt, ez a kettő nem túlságosan sok. Ez is jelzi azt, hogy nem lehet gyártani ilyen számokat. Ha lehetne ilyen számokat gyártani, akkor minden zenekar gyártana ilyen számokat, és minden zenekar rettentő sikeres lenne, és kifolyna a rádióból is. Nyilvánvalóan nem erről van szó, ez nekünk sem a profilunk. Őszintén szóval mi hiszünk a jó dalokban, és a jó dalokból összeálló jó lemezekben. Hogyha van időnként néhány évente egy-egy olyan dal, ami aztán később bebizonyosodik, hogy ilyen szinten mondjuk klasszikussá érik, és az emberek úgy emlékeznek rá akár sok éve vagy évtizedek később is, hogy ez egy klassz tankcsoda szám, akkor ez tök jó dolog, de szándékosan ilyen dalokat nem tudunk írni. Egyébként pedig az, hogy melyik dalból lesz aztán későbbiekben népszerű dal, melyik dal fogja mondjuk a zenekarnak, egy adott zenekarnak, jelensúlyban tankcsodának a profiát meghatározni akár 10 vagy 20 év távlatából is. Azt igazából előre nem igen lehet soha tudni. Hogyha tudnánk előre ilyeneket, akkor jó sok lennénk, de akkor most megjósolnánk a Lotto 5-öst, és menjenénk a több mint 4 milliárd forintot, és hazamennénk aludni, érted? Halálugrás végén, túlvilági tévében, rohadszolnak a hírek.
hordó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra más. Szent Péter szigetekre már be van fizetve az útja, önnek a mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Te nem vagy gába, és a végétől maradsz állva. De milyen jó úgy az az élet, hogyha futnod kell, amíg éled is. Hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményed, mint a szikla, mégis lett elég egy szikla az újtósi Norvégén. Tudni látni névében vagy, de valamit szólnak a hírek. Talán sajtó, ki a pokolra kíván jutni, annak van a második ajtó. Szent Péter szigetekre már, be van fizetve az útja, önnek a mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja. Mi a gyány, vagy a mennyedbe mondsak, melyik ajtó mennyedbe? Mi a gyány, vagy a mennyedbe mondsak, melyik ajtó mennyedbe? Mi a gyány, vagy a mennyedbe mondsak, melyik ajtó mennyedbe? Mi a gyány, vagy a mennyedbe mondsak. Emberek megnéznek, hogy az Isten a pénznek, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot. Mennyire állap az autód, mekkora mellé a nődés, hogy meddig kér ott feltekerni, kocsiban a hanger előtt, kocsiban a hanger előtt. Az utóbbi időben az Argo 2-höz, valamint a Tojáskalandhoz is írtatok dalt. Legutóbb a Lámpagyújtogatók című filmben jelentetek meg, ennek április 22-én volt a premierje, ám előtte nem sok mindent lehetett róla hallani. Egy pár szót mondanál nekünk erről a filmről? Valóban így van, az utóbbi időben részt vettünk néhány különböző filmes projektben, volt, amiben jobban belefolytunk, volt, amiben kevésbé. Ez a Lámpagyújtogatók című film, ez nem egy klasszikus, szokásos mozifilm. A hosszát tekintve egyébként igen, mert mint egy és három négy óra, tehát egy teljes estés filmről beszélünk, azonban ez nem egy klasszikus sztorifilm, nem egy klasszikus játékfilm, mint mondjuk az Argo 2, hogy te is fogalmaztál. Sokkal inkább egyfajta kultúrmisszió, amit a készítője Százados Miklós kultúr science fictionként apostrofál. Rajtunk kívül, vagy velünk együtt a zenekarral együtt 42 közéleti személyiség, sportolók, színészek, zenészek, tudósok, műrepülők, mindenféle emberek, tényleg olyan emberek, akiknek van gondolata a világról, van gondolata önmagról, meg az emberekről. Ezeknek az embereknek a gondolatait szedte össze és rakta egy csokorba egy hevenyészet történet keretein belül. Tegnap előtt volt a filmnek a premierje, akkor láttuk mi is először ezt a filmet, és őszintén szólva tényleg egy úttörő formabontó valamiről van szó, amit egyébként mindenkinek meleg szívvel ajánlok, mert egy tényleg nagyon jó dolog. Abban egészen biztos vagyok, hogy ez a Lámpagyújtogatók nem lesz egy kasszasiker, nem lesz egy ilyen népszerű film, mint egy vígjáték, vagy mint egy hollywoodi akciós, puffogtatós valami, viszont a mondani valóját, a kivitelezését, az egész filmnek az auráját tekintve sokkal különb, mint a legtöbb mostanában készült film szerintem. Mondd el, mi a baj, baby, figyeled rá. Ne legyen, hogy én nem vagyok az apád. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Az élet súlya, a világ gondja. Gyere, mondd el, mi a baj, baby, figyelek rád. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az a bágy. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Az élet súlya, a világ gondja. Kérlek, én tőlem, én nem belvek át. Ha belekezdtél, hát folytasd tovább. Akarok csúdakaszt, nekem az is a légkotyájad. És én majd ott leszek is, segítek a bajban. Yeah! Nem hiszed el, hogy az élet ad ajándék. Nézel jobban, hogy érnek anyádék.
nem hiszed el, hogy az élet még legeredni tart. Hiába húszol bele, fullász, mert ott van a másik part. Legutóbb 4 éve jártatok itt Ajkán, akkor az ISZAP katasztrófa áldozatainak ajánlottátok fel a koncert teljes bevételét. Mi történt azóta, és miért pont most értetek vissza erre a helyszínre? Figyú, az, hogy miért most jöttünk vissza Ajkára, ezt igazából én egészen pontosan nem tudom neked megmondani, mert a koncertek szervezésen nem én foglalkozom. Egy dolog azonban egészen biztos, hogy mivel az utóbbi években, főleg az elmúlt 3-3,5 évben, mióta a Siri a zenekarba került gitárosként, azóta, hogyha addig sokat dolgoztunk, meg sokat mentünk, azóta ezt meg kell szorozni még vagy 5-tel. Tehát nagyon sokat túlnézünk, nagyon sokat dolgozunk, sokat koncertezünk, mindenfelől össze-vissza. És mivel egyre jobban toljuk ki a saját, meg a zenekar által megszabott határokat a szószoros vagy átvitt értelmében, éppen ezért egyre több helyre tudunk menni koncertezni. Ez nyilván azt is jelenti értelemszerűen, hogy egy-egy helyszínre értelemszerűen kevesebb idő jut. Úgyhogy ennek egyébként semmi más oka nincs. Egész egyszerűen a vetésforgó így hozta ki, hogy most értünk ide hozzátok újra. Egyébként kétségtelen az, hogy Ajkán az elmúlt, nem tudom, 15-16 évben, amennyire így visszaemlékszem körülbelül, volt néhány koncert, és ezek rendre jó sikerült, jó hangulatú bulik voltak. Biztos vagyok benne, hogy a Marci sem lesz ez való kivétel. És így, a mai este végén, nem is igen, kívánhat még nektek semmi más, annyit csak, hogy mindenkinek minden jót adjon az ég.